Jelenleg hazánkban mintegy 600 ezer olyan család van, ahol fogyatékos személy él. Közülük sokan nagyon nehéz anyagi körülmények között vannak, mert a fogyatékos gyermek vagy felnőtt teljes felügyelete mellett csak az egyik szülő tud munkát vállalni. Az anyagi nehézségek mellett a mindennapi dolgok szervezése, a hivatalos ügyek elintézése, vagy akár egy bevásárlás is hatalmas kihívás elé állítja a családokat. 2007 óta működik Magyarországon Fecskeszolgálat, mely egy olyan hiánypótló szolgáltatás, amely elsősorban a családok életét, társadalmi integrációját segíti. Jó minőségű, jól szervezett, átlátható és számon kérhető szolgáltatást nyújt, mely az otthoni felügyelet és kísérés biztosításával elsősorban a családok tehermentesítését tűzte ki célul. A 2011-ben a Kézenfogva Alapítvány, aki a Fecskeszolgálatnak a megálmodója és működtetője, egy összefogója, kiírt egy pályázatot. Az eddig három szervezet mellé újabb három szervezetet szerettek volna bevenni, hogy bővítsék a lefedettségüket. Ezt a pályázatot pályázta meg a Gyöngyház Egyesület Ikladon, és mi lettünk az egyik szervezet, aki elindíthatta a Fecskeszolgálatot, és 2012. január 1-től működik hivatalosan. A Gyöngyház Egyesület 2001 óta van jelen a térség szociális ellátásában. Lakóotthon, fogyatékos emberek számára lakóotthont és nappali ellátást működtettünk eddig, illetve szociális foglalkoztatást, és azt tapasztaltuk, és illetve együtt működtünk támogató szolgálatokkal is, és azt tapasztaltuk, hogy olyan hiány mutatkozik a szociális ellátórendszerbe, amit a meglévő ellátási formákkal nem tudunk lefedni. Fontos információ, hogy még a támogató szolgálatok fókuszában a fogyatékos személy áll, a fogyatékos személy életviteléhez nyújt támogatást, addig a Fecskeszolgálat a sérült családtagjukat gondozó családokat tehermentesíti. A Fecske egy mozaik szó, fogyatékos embereket nevelő családok otthonában nyújtott időszakos kísérés és ellátás, gyakorlatilag lebutítva egy babysitter szolgáltatás, a család tehermentesítését teszi lehetővé. Három fő kategória veheti igénybe ezt a szolgáltatást: fogyatékossággal élő felnőtt vagy gyermek, sajátos nevelési igényű gyermek és tartósan beteg gyermek. Láthatjuk, hogy nagyon tág az a spektrum, amin ez mozog, hiszen a fogyatékos kategóriában lehet látás, hallás, mozgás, sérült, autista, Down-szindrómás, fiatal vagy felnőtt. A tartósan beteg kategóriába belecsúszhat tej, cukor, lisztérzékeny, ne adj Isten daganatos gyermek, asznás gyermek, míg a sajátos nevelési igényű kategóriában diszlexiás, diszgráfiás, tanulási zavaros, aktivitás, figyelemzavaros gyermekek is beletartozhatnak. Tehát az is elképzelhető, hogy idézőjelben csak egy tejcukorérzékeny kislányra kell felügyelni, vagy egy súlyosan halmozottan mozgássérült gyermekfelügyeletét kell megoldani. Csak a felügyeletet oldják meg, vagy esetleg a fejlesztésbe is belemennek? Ez egy nagyon fontos kérdés, a Fecske nem fejleszt. Kísérés, felügyelet és vagy kísérés az, amit ő ellát. A felügyelet fontos, hogy a gyermek vagy a felnőtt otthonában történik meg, a kísérés pedig a lakóhely és egy intézmény között. Konkrét eset, hogy egy hiperaktív gyermek nem tartható a napköziben, a napközi nem vállalja az ő felügyeletét, ám de a szülők 4-ig dolgoznak, délután 4-ig egy távolabbi településen. A gyermek egyedül hogy jut haza az iskolából és kifelügyeli, még a szülők haza nem érnek, ezt az időt is segíti a Fecske. Mekkora igény van erre a szolgáltatásra? Nagyobb
nagyobb igény lenne, mint amennyi lehetőséggel jelen pillanatban bír. A 6 szervezet Magyarországon jelen pillanatban körülbelül 150 családot lát el. Az Ikladi Szederfa otthonban működik a Fecskeszolgálat központja. Magyarországon ők látják el a legnagyobb területet, hiszen egész Pest megyét ők fedik le. Első körben, mikor ezt a feladatot megkaptam, akkor igyekeztem a környékbeli kistérségeket tágítani a kört, hogy a környékbeli kistérségeket megtaláljuk, és az ottani főpontokat. Jelen pillanatban a legtávolabbi településeink Vác és Dunakeszi vonzás körzete, de nagyon nehéz, hiszen párhuzamosan kell találni segítőt az adott település vagy vonzás körzetéből, és családot is keresni. Van egy prioritási sorrend, ami a fecskék keresésekor nyilvánvalóan előtérbe kerül, szakképzett segítőkről van szó, de minden esetben van egy központi képzés, melyet a Kézenfogva Alapítványban tartanak meg, hogy egy ilyen egységes kép legyen mindenki fejében, aki a szolgáltatás szervezésében részt vesz, tehát kapnak egy egységes képet a fecskék, amikor kimennek a családokhoz. Jelen pillanatban 10 fecskénk van Ikladon. Ennek a szolgáltatásnak van-e valamilyen díja? A szolgáltatás 50 forinttól maximum 500 forintig terjed. Ez az a díj, ami a családokat terheli. A mindenkori nyugdíj minimum és az egyfőre jutó kereset függvényében kerül megállapításra. Egy hónapban a család 20 órát vehet igénybe. 20 óra az, ami adható. Egyéni elbírálás és indokoltság esetén ez az óraszám, keretóraszám bővíthető, 20 óra az, amivel számolni kell, és akkor ez az 50-től maximum 500 forintig terjedő összeg az ő egy órájukat jelenti. A Fecske Szolgálat a fogyatékos embereket szerető, megbízható, felkészült és titoktartó munkatársakkal, szakemberekkel dolgozik. Fontos, hogy ez egy bizalmi munka. Ugye a család a saját otthonába, a gyermekéhez engedi be a segítőt, és hagyja otthon. A fecske 0-tól 24-ig, hétfőtől vasárnapig rendelkezésre áll, tehát adott esetben akár ott is alszik a segítő. Hogyha a család rokoni kapcsolatokat ápolna, hivatali ügyeket intézne, orvoshoz menne, vagy bármi magánjellegű dolog, ahova esetleg nem vinné a gyermeket, vagy hogyha a családban van még olyan gyermek, aki nem jogosult a szolgáltatásra, ha vele van valami olyan jellegű program, amire nem feltétlen vinnék, vagy nincs lehetőség arra, hogy vigyék a gyermeket, akkor a fecske készen áll. Az az alapkoncepció, hogy a fecske repül házról házra, és ott segít, ahol tud. A civil kezdeményezésnek köszönhetően a szolgálat dinamikusan fejlődő, az igényekre rugalmasan reagáló, együttműködő és elfogadó szervezet. A pontos munkaszervezéshez saját informatikai programot fejlesztettek ki. A Fecske Szolgálat szolgáltatás szervezési modellje egy nagyon fontos és új elem lehet a szociális ellátórendszerben. A Fecske Szolgálat egy saját online szolgáltatás irányító rendszerrel működik, amelyben minden adat, ami a szolgáltatással kapcsolatos, napra készen elérhető és lekérdezhető. Szemben az összes többi szociális szolgáltatással, amely most működik az országban, ahol az adatok összesítése a statisztikai hivatalon és a minisztériumon keresztül történik, és gyakorlatilag napra kész adatokat hát fél-egy éves csúszással lehet csak megtudni a szolgáltatásról. Ezt a szolgáltatás szervezési modellt is tudja a Fecske Szolgálat akár más szolgáltatásoknak is kínálni. Civil kezdeményezésre hozták létre a Fecske Szolgálatot, ezért jelenleg fele részben állami támogatással, fele részben pedig egy norvég vállalat hozzájárulásával működnek. Céljuk, hogy a magyar állam szerepvállalása 100%-os legyen. Amíg ezt nem sikerül elérni, szeretnék, hogy több magyar cég, vállalkozás, esetleg magánszemélyek támogatásukkal hozzájáruljanak a szolgáltatáshoz. A Fecske Szolgálat a támogatásokból a sérült szemét ellátó családok esélyegyelőségét rugalmasan és megbízhatóan tudja segíteni az otthoni felügyelet és kísérés biztosításával Magyarország egész területén.
Thank you.